Fióka Fesztivál címmel csalogatta a lendő elsősöket a Feszti Árpád általános iskola április 5-én az intézmény falai közé, hogy még a beiratkozás előtt ismerkedhessenek a szülők és a nagyóvodások az iskolai élettel. Ez az alkalom egy 3 alkalmas bemutatkozó sorozat 3. állomása volt. A Fióka Fesztiválunk utolsó programjához érkeztünk, és nyílt napra vártuk az óvodásokat, illetve a szülőket. Ezen a mai napon a két alsós tanítónéni, Ancsa néni és Mónika néni egy-egy tanórájára ülhetnek be az óvodások, és a szülők egyaránt. Ezúttal a nebulóknak szóló foglalkozást már a tanítónéni tartotta, ahogy az szeptemberben várható. Az ovisok egy olyan komplex tanórán vettek részt, ahol a negyedikesekkel együtt tanultak, tevékenykedtek. Hol lakik a halacska, a lakása a tavacska, tenger, folyó, kék patak, lent lakik a víz alatt, vízben alszik, vízben kell, vízi rótát émekel, vízből van a pármája, buborék a kalapája. A vidám hangulatú délelőttön mese, majd mesefeldolgozás, valamint kézműveskedés várta a gyerekeket. Utána szülői értekezletet, tájékoztatót tartunk a szülőknek az induló programjainkról, lehetőségeinkről. Szülői értekezletnek két időpontja van a mai napon, egyik délelőtt 10 óra, a másik pedig délután 5 óra, így azok is részt tudnak rajta venni, akik a mai napon dolgoznak. A legizgalmasabb kérdés mindig a tanítónő személye, majd a házirend és a tantárgyak választhatósága. A kiegészítő foglalkozások, szakkörök iránt is gyakran érdeklődnek a szülők. A szülői értekezleten elmondjuk a szülőknek a beiratkozás időpontját, ez április 21 és 22-e lesz, ahová várjuk őket sok szeretettel. A beiratkozáshoz a gyermek személyi igazolványa és lakcímkártyája szükséges, legközelebb tehát beiratkozáskor, azaz április 21-én és 22-én nyílik tágasra az iskola kapuja a leendő elsősök és szüleik előtt.